Nagy-nagy szeretettel üdvözlök mindenkit. 2024. október 17-én telihold lesz. Telihold, figyelem, a kosban. Tehát itt a kos a főszereplő. Ha kosról beszélünk, akkor marsról beszélünk. A mars viszont maga az aktivitás, az energia. De a mars agresszív bolygó, és itt a bolygók állása azért egy picikét nehéz. Ezt a nehézséget hát fogjuk érezni, és köszönhetjük a holdnak, a napnak és a marsnak. A telihold szeret valamit lezárni, valamit befejezni, valamit megmutatni nekünk, megmutatni egy titkot, a hold maga a titok, a titokzatosság. Az energiát fogjuk érezni új holdig, egyébként új hold november 1-én, hát a november eleje is nehézkes, és azt ott a Marsnak és a Plutónak majd köszönhetjük, a Plutó is a ti bolygótok. Érdekes. Na de térjünk vissza erre a teliholdra. Megkaptátok az egyes asztrológiai házat. Egyes ház, ez a kósnak a háza. A külső, a belsőm, a hangulatom, mit mutatok magamból, milyenek látnak engem. Egyes ház, maga a vezér. Ki a vezér? Hát a kós. Én azt szoktam mondani, ha valaki megkapja az egyes házat, érdemes mind a 12 házat akkor végighallgatni, tehát mind a 12 csillagjegyet, mert az egyes házban benne van mind a 12 ház. Na de nézzük a kártyákat. Mi lehet itt? Ó, a király. Micsoda király, ez levegő energia. A kardok királya, a harcias, itt a logika működik. A logika, az észszerűség. Lehet, hogy bizonyos helyzetben ilyennek kell lesz lenni, mint ez a király. Tehát ezt a tűz energiát egy picikét visszafogni, és okosan cselekedni, okosan dönteni. Egyébként ezt most mindenkinek tanácsolhatnám, mert ilyen lehetnek ilyen szúrós helyzetek. Ha van a környezetünkben egy agresszív személy, akkor az most még agresszívabb lehet például. Hát ilyen a bolygók állása most. Na de nézzük, ez a király egyébként lehet még egy olyan személy, aki valamilyen fontos szerepet játszhat az életünkben. Elsősorban ikrek, vagy mérlek, vagy vízöntő ez a személy. Ez a személy. Általában van felsőfokú végzettség ennek a személynek. Lehet orvos, ügyvéd, aki hideg fejjel gondolkodik, tehát ő ilyen ez a király. Érdekes kezdés, erős kezdés. És még egy király, jönnek itt a királyok. Ez viszont kejhek, vízenergia, pozitív vízenergia gyógyít minket. Ez a király nagyon elégedett az életével, boldog, és élvezi az életet. Lehet a kós ilyen király lesz. Egyébként a legszerelmesebb a királyok közül. Ha marsról beszélünk, akkor ott viszont van szenvedély is. Ez a király lehet még rák, halak vagy skorpió. Egyébként a mars most a rákban van. Ó, micsoda kombinációk vannak itt. Ó, lala. Na, megyünk tovább. Két király, ez nagyon jó kezdés, ez nagyon erős kezdés. A király meg tudja oldani a problémákat. Ott vannak a lehetőségek. Nézzünk, csak megint levegő energia, ez viszont hercegnő. Na, ez a hercegnő szereti a szúrós helyzeteket, szeret keverni, kavarni, szeret. Szereti a konfliktust, szereti bizony.
És hát ez most élesedhet, élesedhet. A tanulóknak a kártyája, ez a kártya, a gyermekeknek a kártyája. Igen. Több konfliktusunk lehet itt a gyermekekkel is, például. Több. A kardok dokumentumok, például dokumentumok. Nézzük, csak tízes kelyhek. És megint kelyhek. Milyen érdekes kombinációt kapunk itt. Kettő darab levegő energia, és kettő darab víz energia. A víz energia határozottan pozitív, mind a kettő, mind a kettő. Tehát ha lesz is valamilyen szúrós helyzet, megoldjuk, megtaláljuk a megoldást. Ez a tízes, ez maga a boldogság, a tízes utolsó szám, tehát a befejezés, a lezárás, a telihold, és szeret nekünk valamit lezárni, de ez boldogság, ez boldog befejezés. Lehet, hogy lesz egy pár nehézség, megoldjuk, megoldjuk. A kos nagyon ügyes, nem hiába ő a vezér. A család kártyája is. Családi boldogság, családi siker. Na nézzünk csak még egyet. És kardok. Megint kardok. Az előbb megjelent a kártyapakli alján ez a kártya. Kártyapakli alján ott is egy kard. Ász egyes. Kihúztuk a kettest, kardok. Azért itt is van hold, itt is van hold. A kardok kettes az a kártya, amikor döntést kell hoznunk. De nem érdemes elkapkodni ezt a döntést, mert amit látunk a kártyán, az pedig az, hogy itt a hölgynek a szeme be van kötve. Tehát ő így nem tud dönteni, de lehet, hogy nem is akar. Lehet, hogy lesz olyan helyzet, amikor nem, nem fogunk akarni dönteni. Tiltakozhatunk valami ellen, vagy valaki ellen. Keresztbe van a kezem a hölgynek. Azt mondja, hogy én ezt nem akarom. Ha egészségről beszélünk, akkor ehhez a kártyához hozzátartoznak a szemproblémák, a mellkas problémák. Ez plusz információ valakinek. Na de, ami nekem tetszik, hogy a kártyapakli alján megjelent az ász. Az ász, ez maga az erő. Ez maga az erő. Ha megkapjuk ezt a kardot, a kard ez lehet információ, valamilyen dokumentum lehet, tehát ez egy erős eszköz akkor a kezünkben. Az univerzum ad nekünk egy erős fegyvert, amivel meg tudjuk oldani a szúrós helyzeteket például. Azokat a helyzeteket, amikor nehéz, nehéz dönteni, döntést hozni. Kevés az információ itt, lehet, hogy pont ezért nem tudunk dönteni. Akkor ez a kártya azt üzeni, hogy meg fogjuk kapni azt az információt. Sőt, ezt nekünk megmutatta ez a király. Ez a király egyedül rájön, hogy mi a helyes döntés, hogyan kell cselekedni. Hát ő okos, ő maga a logika. Szóval ez nekem tetszik. Tetszik. Kellett ez a kártya ide. Milyen érdekes. Levegő, energia és víz. Energia. Az ész és a szív harca megjelenik itt. Az ész és a szív harca. Melyik fog győzni? Na nézzük, nézzük a levelet, mit kapunk. És megint kardok. És ez négyes. És itt is van egy négyesünk. Kard. Ugyanaz a kártya az ász alatt. A kardok négyese. Ezen a kártyán lehet látni valamilyen kellemes dolgot. Ott a tenger, ilyen gondtalan a
az arc kifejezése a kislánynak. Ezen a kártyán, ez egy ilyen hagyományos rajz, azt lehet látni, hogy itt van valamilyen megállás. Valamilyen megállás, és semmilyen kapkodást nem látunk. Lehet, hogy ezt kell ezt tenni? Ha dönteni kell lesz. Nem elkapkodni, megállni egy picit, átgondolni a dolgokat, megtervezni, újra tervezni, megtalálni a megoldást, és csak utána cselekedni. Nagyon gyakran akkor kapjuk ezeket a négyeseket, ezeket a szúrós négyeseket, ha túlhajszoltuk magunkat, ha túl vagyunk egy stresszesebb, nehezebb időszakon, amikor tényleg meg kell állni, pihenni és regenerálódni. Amikor tudjuk, hogy lehet, hogy egy jó alvás hiányzik nekünk, épp ideje, akkor érdemes megállni egy picit, regenerálódni, vagy szabadságra menni. Ne várjuk meg, hogy az univerzum megállítson minket. Mert ha jönnek ezek a kártyák, és kettőt kaptunk, akkor ez már 8-as. Ha egy kártyát kapunk, azt lehet érezni, legalábbis az én tapasztalatom az, hogy akkor 4 napra megállít minket az univerzum. Ágyhoz köt, azt mondja, hogy na, egy picike lázat adok neked, egy kis betegséget, egy kis ezt, egy kis azt, 4 napig ágyhoz leszel kötve. Muszáj megállni, muszáj pihenni neked. Ne várjuk meg, itt már 8-as van, tehát ez 8 napig tarthat, ne várjuk meg. Érdekes. Húzunk még innen egyet, húzunk. A kos, a főszereplő. 2 kártya akar jönni, jó, legyen akkor 2, mi van itt? 6-os tűz energia. Na, ez nekem már nagyon hiányzott, a ti energiátok. És micsoda kártya? Hát a győztesek kártyáját megkaptuk. Én erős vagyok. Én meg tudok birkózni a problémákkal, a nehézségekkel, a szúrós helyzetekkel, a betegséggel is le tudom győzni a betegséget. Igen, a 4-esek mutatnak betegséget is. Ez nagyon jó, ez itt fantasztikus, és ez a kártya, hát ez is tűzenergia, ez is 4-es. Egyébként a 3. ugye 4-es, a 4-esek azért adnak nekünk stabilitást. Mind a 2 tűzenergia, botok, hát ezért akartak jönni ezek a kártyák. A győztesek kártyáját megkaptuk, és a 4-es, ez maga az ünnep. Lesz mit megünnepelni. Valamilyen győzelmet meg is kell lesz ünnepelni. Lesz itt valamilyen győzelem. Nem hiába a királyokkal kezdtük. Nem hiába. Ez a király, igen, egy győztes. Ez viszont már nagyon-nagyon élvezi az életet. Hát legyen így. Köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok!